és... Az elméleti tudás mit sem ér gyakorlati ismeret nélkül. Éppen emiatt egyre több szerbiai oktatási intézmény szeretné bevezetni a duális szakképzést. Vagyis a tanulók vállalatoknál szerezzék meg a gyakorlati szakértelmet az iskolai oktatás mellett. A Szabadkai Vegyészeti Technológiai Középiskola tanulói például egy varrodában leshetik el a szakma csinyát-binyát. Többnyire fájtunk, vagy ilyen lent vagyunk, és akkor ilyen jelölünk, vagy címkéket válogatunk, ilyesmiket csinálunk, de viszont igen, természetesen megfigyelhetjük a tapasztalatokat is, és mindig segítenek nekünk. A diákok az alaptudást a tanbűhelyben, az iskolában szerzik meg. Mindehhez azonban gyakorlati tudásra, tapasztalatokra is szükség van. Ezzel kapcsolatban konferenciát szerveztek Szabadkán. Iskolánk tanműhelyében valójában folyamatosan megismerkedhetnek a folyamatokkal, de mégis más, mikor élesben kimennek a helyszínre, és többi munkásokkal együtt valójában mindig külön-külön helyzetekbe kerülnek, amit esetleg egy tanműhelyben nem tudunk improvizálni. A találkozón a szakközépiskolák és cégek képviselői vettek részt. A projekt hordozója a Magyarországi Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal, a vajdasági partner a Probitas civil szervezet. A mostani műhely munka a duális szakképzés témájában zajlik. A projekt hordozója a Magyarországi Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, illetve a hivatalnak mindegyik határon túli régióban vannak partnerszervezete, és vajdaságban az a Probitas. A vajdasági magyarság megmaradása és itthon maradása szempontjából is fontos, hogy a fiatalok felhasználható, piacképes tudást szerezzenek. Azt gondolom, hogy mindannyiunk célja az, hogy a diákokat a szakképzés után a szakközépiskola befejeztével itthon tartsuk, hogy itthon kezdjenek vállalkozásokba, itthon álljanak munkába, és ne menjenek el külföldre, és ez a program is ezen célt szolgálja. A duális képzés során a diák egy-két napot az iskolában, a többit pedig cégekben, intézményekben tölti, ahol a valós munkakörnyezetben gyakorolni tudja azt a szakmát, amit tanul.